Egy délelőtt, egy munka délelőtt a Juhász Vilmos, aki egy öreg úr volt, nagyon művelt, és két lábon járó lexikon volt, azt hiszem szerkesztett lexikonokat is, fölhívott magához, és azt mondta, valami olyan van, amit nem akarok neked telefonon mondani, saját szemeddel kell, hogy lássad. És akkor adott valami magyar lapot, nem emlékszem, hogy mi volt az a lap, amiben Szerb Klári valami riporternek elmondta a történetet, hogy a férjemet két hortista katonatiszt próbálta megmenteni, Görgei Guido és Tassi Jenő. És azt, hogy ezt a két nevet leírták, két volt Ludovikás, aki később a demokratikus macskakörmök között, demokratikus rendőrségnek a sorába voltak. A rendőr főkapitány volt Sólyom László, a főkapitány helyettes volt Kádár János. Az, hogy ezek ilyen két hortista katonatisztről egy magyar lap ilyet ír, hogy életet mentett, ilyet még nem ettünk. Szóval ez egy olyan meglepetés volt. Úgyhogy a Juhász Vili, aki nálamnál lehetett 40 évvel öregebb és jóval bölcsebb, azt mondta nekem, azt mondja, kedves Jenő, te újjászülettél most. És ez a jóslat, ez abszolút bevált, mert egy pár évvel később, talán három vagy négy évvel később, amikor ez a történet dagadt egy kicsit, és kezdtek írni másokról is, akik segítettek a holokauszt alatt üldözötteket menteni, akkor hirtelen a rádió kitalálta azt, hogy engem el kell küldeni Magyarországra, nem azért, hogy tudósítsak, hanem úgy mondták nekem, to show the flag, hogy lobogtassam meg a csillagos lobogót. És akkor hirtelen azt mondták, hogy én megyek Magyarországra, de mielőtt ez megtörténhetett volna, meggondolták magukat, mert valaki, akinek nem voltam túlságosan rokonszenves, elmondta, hogy hát ez a Ipse talán mégse lesz egy nagyon jó reklám ott, mert ez korábban a Szabad Európánál dolgozott, Magyarországon pedig a Szabad Európát vörös posztónak látják, de nem a kommunista vörös posztónak, hanem gyűlölték a Szabad Európát.